Szeptember végén rendezték meg a hagyományos vasadi, szüreti felvonulást, amit a Szent Mihály napi ünnepség tett még színesebbé. A háromnapos esemény részleteit a művelődési ház vezetőjétől tudtuk meg. Már pénteken elkezdődtek a vendéglátás, a munkálatok. Pénteki napon már a művelődési házban 100 főt láttunk vendégül vacsorára. Testvértelepülésünkről érkező vendégek száma tette ki ezt a 100 főt. A kárpátaljai Gátról, a felvidéki Marcellházáról és az erdélyi Sepsi Bükszádról érkeztek hozzánk vendégek. Főztünk Jansikné Fűri Csilla és Fűri Judit segítségével. Köszönöm a munkájukat, melyet felajánlottak a község javára, hiszen mind pénteken a konyhai dolgozók, mind pedig Csilláék 100 emberre főztek. Nagy öröm volt, hogy a szület idejére vendégeinket már a pályázati pénzből vásárolt új konferencia székekre tudtuk leültetni. A díszítéshez köszönöm Krucsó László és Jansikné Ligeti Bettina felajánlását, a terményekért köszönet ifjú Búzás Istvánnak, Prakter Jánosnak, valamint a díszek összeállításáért Baráti Árpádnénak, Szombati Mariannak és Verocki Attilánénak. Így lett kerek egész ez a két nap, amivel fogadni tudtuk vendégeinket, s remélem nagyon jól érezték magukat a művelődési házban. A pénteki nap után elég korán kezdték a szombati programokat. Egy órakor indult a szüreti menet a művelődési ház elől. Ezt követően először a református templom előtt álltunk meg, ahol nagy tiszteletű Király János református lelkipásztor szolgálatával terményáldást végzett. Ilyenkor a terményáldáshoz kik hozzák a terményeket? Most is, mint majdnem minden évben, Jávorszky István és családja készítette el a terményes kocsit. Az idei év terméseiből egy gyönyörű szép lovaskocsi került feldíszítésre, és ezt vonultattuk fel a református templom előtt. Ezután színes forgatag vette birtokba Vasad utcáit, sokan voltak kíváncsiak a zenével, lovasokkal kísért szüreti menetre. Az idei év bírónője és bírója Honti Kinga és Gál Szabolcs volt. Köszönjük nekik az egésznapos kínálást, megvendégelést, valamint köszönjük a lakosságnak, aki megvendégelte a felvonulókat, az iskolának, óvodának, bölcsödének és a Vasadi Hagyományőrző Egyesületnek a vendéglátást és a finomságokat. Felvonulás után este hogyan várták a vendégeket? Este egy vacsorával vártuk a vendégeket. Nagyon fontos volt ez a vacsora, hiszen azért estére elég hideg és hűvös idő fogadott bennünket, és nagyon jól felmelegítette a felvonulókat a forró babújás leves, amit ezúton is köszönünk Nagy Sándornénak, Vas Andrásnénak, Kovács Gábornénak, Bokros Lászlónénak és Farkas Mihálynénak, valamint Martonné Szabó Máriának, akik megfőzték és megvendégelték a felvonulókat a nap végén. Mondhatjuk azt, hogy erre a felvonulásra Vasad majdnem minden lakosa megmozdult. Így van, van egy kis csoport, akinek a segítségét minden évben megköszönhetjük, így lesz kerek egész, és így csapat munka ez a három nap tulajdonképpen, ez a rendezvénysorozat. Harmadik nap, vagyis hát vasárnap viszont Szent Mihály napi ünnepséget tartottak. Igen, nem volt pihenő, másnap szintén szuper programokkal vártuk a lakosságot. Már kora reggel a Búzavirág nyugdíjas klub tagjai szorgoskodtak, egymása szilvát magvaltak ki itt a falu központban, ebből szilvalekvárt készítettünk. Ez egy évek óta megszervezett programunk, a nyugdíjas klubban Szijjártóné Anna vezetésével hagyományos rézüstben főzzük a szilvalekvárt. Szintén Tekesfejes József felajánlásával kalácskenyeret kaptunk, és így lekváros kenyerrel vártuk a vendégeinket. Hogyan zárult a nap? Délután 4 órai kezdett el Marton József Zoltán polgármester úr egy köszöntőt mondott a megjelent vendégeknek. Ezt követte idén első ízben egy kalocsai rockzenekar, aki egy retro rock koncertet adott nekünk. Fergeteges hangulat volt. A vasadi gazdák főtt kukoricával lepték meg a kilátogatókat. Ezt követte pedig a kulturális fellépéseink. Köszönthettük ismét a Pándi Tájházi Dalárdát községünkben, a Sepsi Bükszádi fúvós zenekart, a Mendei Hagyományőrző fúvós zenekart és népi együttest, a Vasadi Kökény Szem Citera zenekart és a Vasadi Hagyományőrző Citera zenekart.